Jó estét kívánok! Önök Városnéző című műsorunkat látják. A mai műsorunkban a március havi közgyűlésről fogunk beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Takács Pétert, az LMP képviselőjét, dr. Ferenczi Attilát, a Fidesz képviselőjét, Kaposi Lászlót, a DK képviselőjét, Herceg Tamást, a Fidesz képviselőjét, és Miklós Attilát, az MSZP képviselőjét. Ugye megnyíltak az első topos pályázatok, városunk is pályázik több területen. Melyek ezek és mi a véleményük ezekről? Herceg Tamás képviselő urat kérdezem először. Mi most értünk el ahhoz a szakaszhoz, amiről évek óta tartó egyeztetési folyamat zajlott, ugye? Tehát egy igen jelentős forráshoz fog jutni a város a következő néhány esztendőben, egy 2,5 és 3 milliárd forint közötti pályázati projekt halmazról született ugye most döntés különböző területeken. Ugye? Tehát három óvoda felújításáról lesz szó egyrészt, ugye ez a családbarát szolgáltatások kategórián belül. Akkor egy igen jelentős belváros rehabilitációs fejlesztési projektbe kezd bele újra a város, ugye ez a belváros rehabilitáció harmadik üteme lesz, ugye az első és a második lezajlott már, és most húzódik egy kicsit, hogy is mondjam, följebb ugye a Körös irányába, az élővíz csatorna irányába a fejlesztés a Kossuth tértől a Gőzmalom téren keresztül az élővíz csatornáig. Ez a fejlesztési projekt egyébként ugye a zöld városok projekt keretein belül zajlik, de mi a Munkácsi negyed fejlesztést hát képzeljük el ide. Aztán egy 1 milliárd forintot meghaladó összegű 1 milliárd 104 millió forintos fejlesztési csomag szól a munkaerőpiaci hát kérdéskörről, itt részben képzések, átképzések, részben pedig és döntően munkahely teremtő fejlesztésekről beszélünk. Itt a vállalkozók támogatása, a vállalkozóvá válásnak a támogatása, a munkatapasztalatszerzés, foglalkoztatók támogatása ahhoz, hogy elhelyezkedjenek, egy 700 fő fölötti számról beszélünk, tehát hogy olyanok jussanak munkához, akik jelenleg hát nem dolgoznak. Aztán van egy szintén nagyon komoly fejlesztés, egy 350 millió, kb. 350 milliós beruházás. Ugye Jaminában nagyon régóta tervezi a város, hogy az egészségügyi centrum létrejöjjön, megújuljon ott az a rész, ami egyébként a Kolozsvári úton elég leromlott állapotú szociális bérlakásokat is tartalmaz. Ott tehát egy komplex egészségügyi fejlesztés válik valóra, és van egy kisebb léptékű fejlesztési projekt, ez pedig ugye egészségneveléssel, a családok támogatásával, a családi programokkal kapcsolatos. Ez tehát mondom a 2,5 és 3 milliárd forint közötti nagy fejlesztési csomag. Egy olyan komplex gondolkodásmódot jelent, ami alapján azt mondhatjuk, hogyha ezeket a projekteket megvalósítja a város, és hát majd jönnek ugye a következő években a többi topos fejlesztés. Ha ezt megvalósítja, és ahogyan Ferenczi tanácsnok úr, amikor erről beszélünk, mindig hozzá szokta tenni, hogy ne feledkezzünk meg ugye erről a 2 milliárdos infrastruktúrális fejlődésről is, vagy fejlesztésről is, hogy akkor ez egy látható, érzékelhető fejlődést jelent, remélhetőleg Békés Csabán. Miklós Attila képviselőnek mi a véleménye? A topos fejlesztések jelentik azt a kitörési pontot Békés Csabának, amivel a következő években élnünk kell, hiszen 2020 után nem tudjuk azt, hogy milyen fejlesztési források fognak Magyarország rendelkezésére állni az Európai Uniótól. Ugye ezek uniós források, és ezeknek az elköltése azt gondolom, hogy ahhoz, hogy átlátható legyen, ahhoz, hogy szabályszerűen történjen, ez mindannyiunk érdeke, és azt gondolom, hogy ezt nem segíti elő az, hogy egy huszárvágással ezt az összes fejlesztést kiszervezte az önkormányzat a Városfejlesztési Kft-hez, ahol több átéten keresztül tudunk csak információhoz jutni az egyes fejlesztésekről.
De azt gondolom, hogy ide tartozik az is, hogy a költségvetésünk egyik sorában, biztos én voltam figyelmetlen, hogy csak most vettem észre, van egy olyan tétel, ahol 47 millió forintot különítettünk el arra, hogy egy szabálytalan, félhetően szabálytalan pályázathoz kapcsolódóan büntetést kell visszafizetnünk az irányító hatóságnak. Azt gondolom, hogy ez jelentős összeg, hiszen maga a fejlesztés 250 millió forint volt, hogyha én jól tudom, és ebből gyakorlatilag az 1/5-ét kell visszafizetnünk. Csak emlékeztető mondom el, hogy ez az öveges programhoz kapcsolódó most LMP-s kezdeményezés volt, vagy két éve kezdeményezték ennek a programnak az átvizsgálását, és hát úgy néz ki, hogy bebizonyosodott az, hogy sok esetben a cégek kártelezéssel, összejátszással, a közbeszerzési törvény kikerülésével tudtak pénzekhez jutni. Ha ez Békés Csabán is így volt, azt gondolom, hogy megkerülhetetlen az, hogy megtaláljuk azokat, akik ebben felelősek. Nem szeretnék előrevetíteni semmit, de az akkori klik vezetőjének biztos, hogy kellett erről, hogy tudomása legyen, és az akkori oktatásért felelősnek biztos, hogy kellett erről valamilyen információval rendelkezni. A magunk részéről, az MSZP részéről kértük azt, hogy ezekre a kérdésekre mi hamarabb kapjunk választ. Dr. Ferenci Attila képviselő úrnak mi a véleménye erről? Köszönöm szépen. Hát mindenkinek érdeke, hogy tisztázódjon mindenfajta olyan sonda gyanú, amit előszeretettel felvetnek. Csak egy mondatot szeretnék mondani, mert Herceg Tamás tanácsnok úr zseniálisan és teljesen logikusan elmondta, hogy miről volt szó. Kár erről sokkal többet beszélni. Már úgy kár, hogy elismételni, amit ő mondott. A városfejlesztési Kft-t azt ugye a belváros rehabilitáció kapcsán kötelező jelleggel hozta elő létre a város, hiszen a projektek előírták egy ilyen Kft-nek a létrehozását. Pontosan azt a célt szolgálja az, hogy a fejlesztéseket ez a Kft. Végzi, amiért létrehoztuk. Egyébként Svetz Aléri illetve Sódalint a vezetése, egy igen magas felkészültségű, magas szakmai tudással rendelkező csapat dolgozik ebben a Kft-ben. Én úgy gondolom, hogy nagyon is logikus az, hogyha van a városnak egy városfejlesztési Kft-je, akkor a városfejlesztést akkor ezen keresztül valósítsa meg. Mint ahogy uram, bocsánat, nem tetszett kollega uraknak se, de úgy tűnik, hogy jól működik például a Törzsháznak a létrejötte is, ugye a vagyonkezelő ZRT vezetésével. Vannak olyan dolgok, amik hát nem tetszenek bizonyos csoportoknak. A szívük joga, hogy mi tetszik, vagy mi nem. Az biztos, hogy a munkát akkor kell megítélni, amikor elvégezték. Előre prejudikálni, hogy mi volt helyes, mi nem, nem tudom. Szerintem egy nagyon korrekt, átlátható és magas szakmai színvonalú munka fog folyni. Egyébként pedig nem többszörös áttéten keresztül kell róla tudni, hiszen ezeket a beruházásokat, amiről Herceg Tamás tanácsnok úr is beszélt, ezt a közgyűlés is tárgyalja, és a szakma szabályai szerint írja ki a városfejlesztési Kft. Ez nem ilyen hasraütéses, és valamit majd kitalálok és beleírok, és főleg az uniós pályázatoknál nagyon komolyan le van határolva, hogy mit, hogy lehet beállítani. Csak példaként, hogy említsem meg a említett Jaminai Orvosi Rendelő vagy Egészségcentrum fejlesztést, ahol még az is meg van határozva, hogy belső munkálatokra mennyit lehet elszámolni, külső munkálatokra, mennyit lehet felújításra, mennyit beruházásra. Itt nem szabadon, hogy választott focipálya van, hogy mindenki úgy játszik, ahogy akar, és igenis a szakmaiságot azt biztosítani kell ezekhez a dolgokhoz, úgyhogy én nagyon örülök ennek. És ahogy tanácsnok úr említette, ez a 5 éves ciklus első üteme, hiszen a többi óvoda is sorra fog kerülni, lesz energetikai beruházástól kezdve ipari parkok. Ugye a legfontosabb célkitűzés a munkahelyteremtés és a gazdaság élénkítés. Azt is el kell mondanunk, hogy ahhoz, hogy nagyobb tőke, nagyobb befektetői háttér idejön, ahhoz nyilván a 44-es út is kell, az viszont elindult, már bejelentették, tehát ebben az évben is el fog indulni. Reményeink szerint ez még közelebb hozza Békés Csabához az országot, vagy az országhoz Békés Csabát, és ezáltal itt is be fog indulni. Teljesen más téren is egyébként segítjük, pont tegnap volt a vállalati kerekasztal, segítjük a gazdaság élénkítést, és a nagyvállalatok vezetőivel tartjuk a kapcsolatot. Munkahelyteremtő, infrastruktúrafejlesztő vagy eszközfejlesztő programja is van a városnak, tehát nagyon sok úton szeretnénk, de ezt a sandaságot, hogy esetleg rossz célból vagy rossz helyre szerveztünk ki dolgokat,
Tehát én ezt egyelőre még fenntartással kezelném. Kaposi László képviselő. Igen, szerintünk is valóban nagyon fontos a toppályázatokon keresztül lehívható uniós pénz, hiszen úgy néz ki, hogy ma Magyarországon az uniós pénzek nélkül elég nehezen boldogulnánk, tehát ez egy város számára is mindenkinek fontos, mint hogy nekünk is. És természetesen támogatunk minden olyan pályázatot, ami megnyerhetőnek tűnik, és a város javára szolgál. Így mi is üdvözöljük az infrastruktúrális fejlesztéseket az egészségügyi alapellátásban, futballpályák építését, óvodák felújítását, nyilván erre szükség van, hiszen ezt önerőből nagyon hosszú éveken keresztül tudnánk csak megvalósítani, de köszönhetően az uniós pénzeknek és a jó megírt jó pályázatoknak így közelebb kerülünk a megoldáshoz és a felújításhoz. Itt a pályázatokkal nincs különösebb probléma, nekem egy pályázat tűnt föl, ez a konzorciumi formában pályázható pénz, ami valószínű, hogy teljesen rendben van egyébként, jogszabályoknak megfelelően történt a pályázat benyújt, illetve a pályázatnak a előkészítése. Itt ez a konzorcium azt jelenti, hogy a minimum két konzorcium partnernak kell ugye ebben szerepelni, az egyiknek feltétlenül a megyei jogú város önkormányzatának, és a másik partner pedig egy olyan partner legyen, aki legalább 3 éves oktatási, egészségügyi vagy szociális területen szerzett tapasztalatokkal rendelkezik, rendben van. Itt nekem annyi problémám van, hogy tulajdonképpen itt tulajdonképpen 2003 óta Békéscsaba működő egyensúly alapítvány, illetve egyensúly alapellátási egyesület kapta. Nem lehet teljesen átlátni, hogy miért. Nem az a probléma. Én megszavaztam egyébként ezt, mert mint elmondtam, minden pénzre szükség van, ami Békéscsabára áramlik, akár a békéscsabai vállalkozóknak, akár a várost felhasználásában. Csak itt nekem az a problémám, hogy itt versenyeztetés nélkül nem értem, milyen kritériumok alapján lett kiválasztva egy egyesület. Tehát itt úgy gondolom, hogy itt a rendszerben van probléma, mert mindenkit talán jobban megnyugtatna, ha tudnánk, hogy van több ilyen egyesület is lehet, akik többen pályázhatná, illetve itt nem kell pályázni, de azért ki lehetett volna írni szerintem egy ilyen kis házi versenyeztetést vagy pályáztatást Békéscsabán, és akkor jobban átlátnánk mindjárt, hogy miért is. Én elolvastam egyébként ennek a egyesületnek a működését a területein, amin dolgozik. Nincsen kifogása, mindössze mondom, ennyi hogy a mai világban ez talán egy kicsit sántít, hogy az önkormányzat tetszés szerint kiválaszt egy egyesületet és 17 millió forintot ad neki, anélkül, hogy esetleg tudnánk, hogy milyen kritériumok alapján lett kiválasztva. Takács Péter képviselő úr. Igen, egyébként én úgy emlékszem, az a pályázat 50 milliós végösszegű, amiről előbb képviselő úr beszélt. Az egész pályázat pedig, amiről most itt mindannyian beszéltünk, vagy szót váltottunk, az 2,5 milliárd nagyságrendet haladja meg egy nagyon kicsivel, tehát egy rendkívül jelentős összegről van szó. És visszatérve talán egy-egy mondat erejéig egyrészt a öveges programra, valóban igaza van Miklós Attila képviselő úrnak, mint sok más közbeszerzést az országban, az ezzel kapcsolatos anomáliákat is Hatházi Ákos, az LMP antikorrupció szakszóvője vetette föl, és én nem örülök annak, de úgy tűnik, hogy ez legyűrűzött Békéscsabára is. És legutóbb a közgyűlésen, amikor erről szót ejtettünk, akkor konszenzus volt minden tekintetben, még polgármester urat is bele véve, hogy a következő közgyűlésre ezzel kapcsolatban kapunk egy írásos erőterjesztést, gyakorlatilag ezzel zártuk le ezt a polémiát, ami az öveges program apropóján a közgyűlésen fölmerült, és úgy tűnik tényleg tény az, hogy Békéscsaba megyei jogú városnak egy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy egy viszonylag jelentős összeget vissza kell fizetni, ami további kérdéseket vet föl.
Ferenczi doktor úr említette a Törzsház koncert, hogy mi elleneztük annak idején, én valóban elleneztem, és hogy milyen jól működik. Én erre válaszképp azt tudom mondani, hogy azelőtt a Vállalkozás Fejlesztési Centrum Kft. Is jól működött, a Szankó János vezetésével még nem voltak összevonva, tehát ha külön-külön megnéznénk a cégeket összevonás előtt, azok körülbelül ugyanilyen jól működtek, és csak arra mondom példának, ha nem történik meg a összevonás valószínű, akkor is el tudnánk mondani, hogy ezek a cégek milyen jól működnek a Városfejlesztési Kft. Esetében. Azt kell, hogy mondjam, nekem nincsenek átláthatósági problémáim. Ha lennének, akkor én fölállnék közgyűlésen, és akkor konkrétan bekérném azokat az anyagokat, amiről én úgy gondolom, hogy nekem ott átláthatósági problémáim vannak. Én nem gondolom egyébként, hogy a többségi frakció ezt esetlegesen nem támogatná meg, de esetleg tehetünk majd egy próbát. Ami pedig konkrétan a pályázatokat illeti, minden forint elköltése fontos e tekintetben, de talán lehet olyat mondani, ami az én szívemhez a legközelebb áll. No, az én szívemhez az a projekt áll ezek közül legközelebb, amely az Erzsébet-helyi orvosi rendelő felújítását tűzte ki célul, egész pontosan 350 millió forintért, amely program végén az én legjobb reményeim szerint létrejöhet egy 21. századi egészségügyi centrum Erzsébethelyen, és azt gondolom, hogy aki ismeri az ottani viszonyokat, itt elsősorban a tárgyi feltételekre gondolok, akkor ez biztos egyetért velem, hogy nagyon rászolgáltak az erzsébethelyiek egy ilyen korszerű felújított rendelőre, illetve orvosi centrumra, nem is beszélve az ott dolgozó orvosokról és szakápolókról. Ami pedig a munkahely teremtést, illetve a megtartást illeti, azért fontos kihangsúlyozni, hogy itt egy 1 milliárd 104 millió forintos pályázatról van szó, és 756 munkahelynek a reménybeli létrejöttéről, és még egy mondat, a Zöld Városok programjának a keretében meg fog újulni a gyakorlatilag, jól mondta a Tamás az előbb, ez a belváros revitalizációnak felfoghatjuk a harmadik ütemének, igen, elnézést, majdnem negyediket mondtam már. Az első ütemre rá lett költve 2 milliárd forint, most durván mondom a számokat, a másodikra rá lett költve 1 milliárd forint, és itt van a harmadik, amire szintén rá lesz költve 1 milliárd forint. Én természetesen egyetértek azzal, hogy a belvárosnak jól kell kinézni minden tekintetben. Én is megszavaztam ezt az előterjesztést, mert úgy gondolom, hogy a különös hangsúlya bír a zöld felületek úgymond rendbetételére, fejlesztésére, élővíz csatornára hangsúlyt fektet, de csak a belvárosi szakaszon, és épp ezért szorgalmaztam a közgyűlési felszólalásomban, hogy például az élővíz csatorna esetében jó lenne, ha még ebbe az önkormányzati ciklusba eljutnánk odáig, hogy mondjuk a külső szakaszainak, itt gondolok a Arany János kollégium Veszély közötti szakasz rendbetételére, vagy épp a Békés felé tartó szakasznak a rendbetételére, tehát hogy erre is tudnánk mobilizálni pénzeszközöket még ebben az önkormányzati ciklusban. Egyébként pedig én minden pályázati előterjesztést megszavaztam, mert úgy gondolom, hogy a város szempontjából rendkívül fontos, hogy kihasználjuk ezeket a kereteket. Herceg Tamás képviselő. Ugye szerkesztő úr a pályázatokról kérdezett, de hát Miklós Attila szokta mondani, hogy teljesen mindegy, hogy mit kérdeznek, ő azt mondja le, amit szeretne, ugye, és az öveges programot említette. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy ugye a Városfejlesztési Kft.-nek semmi köze nem volt az öveges programhoz, ugye? Tehát, hogy világos, csak hogy arról beszélni, hogy majd mi lesz ezekkel a pályázatokkal, hogyan fogja bonyolítani a Városüzemeltetési Kft., én úgy gondolom, hogy ez nem helyes. Tehát, hogy amikor majd látszik valami, hogy félrecsúszik, vagy nem úgy történik, ahogyan történnie kell, akkor érdemes erről beszélni. Mert hogy azt mondod, hogy áttekintetőbb, hogyha nem a Városfejlesztési Kft.-nél volt, és akkor az öveges programot hogyan tekintetted át, vagy mások hogyan tekintették át. Ugye, egyébként pedig abban teljesen egyetértünk, hogy a skandallum, hogy 49 millió forintot vissza kell fizetni, felelősöket kell keresni ebben az ügyben, ez nem kérdéses. Tehát ezzel én azt hiszem, hogy akik itt ülünk, mindannyian egyetértünk. Ez az egyik dolog. A másik, hogy Laci, attól, hogy te nem tudod, hogy milyen protokoll alapján választódik ki
egy konzorciumi partner, attól függetlenül ez úgy van, hogy egy nagyon szigorú feltételrendszer alapján. A Városfejlesztési Kft. Nem talált másik olyan partnert, amely alkalmas lett volna arra, hogy konzorciumi partner legyen, mert hogy kötelező volt egyébként konzorciumi partnert keresni. És az 50 millió az igaz, csak hogy, hogy az is igaz, amit a Laci mondott, tehát a kisebb összeg az, amivel a konzorciumi partner fog majd dolgozni. Tehát egész egyszerűen nincsen, hogyha te tudsz mondani, hogyha veszed a fáradtságot és megnézed, hogy milyen feltételei vannak annak, hogyha nem csak beszélsz róla, hanem megnézed, hogy a konzorciumi partnernek milyen feltétel kell, hogy legyen, hogy teljesüljön a partner esetében, akkor hogyha találsz ilyet, akkor mondjuk én nagy örömmel fogom ezt konstatálni, hogy van, de úgy tűnt, hogy nincsen másik erre alkalmas szervezet. És akkor még a munkahely teremtéssel kapcsolatban szeretném mondani, hogy nagyon érdekes dolog ez, mert hogy valami sokat beszélünk erről, és akkor én két nagyvállalkozóval beszéltem, akik azt mondták, hogy nem az a nagy kunszt, hogy 500 milliót, 800 milliót gründolni egy fejlesztéshez, egy beruházáshoz, hanem piacot találni, folyamatos piacot találni. Tehát, hogy úgy dönteni a vállalkozónak, hogy mondjuk én 200 milliót befektetek, és ez majd 1-5-8 év múlva a piacra tudjon termelni, tehát legyen piac, hogy ez a legnehezebb. És a következő, amit mondtak, döbbenetes, de a következő, amit mondtak, az pedig a képzett munkaerő, tehát képzett munkaerőt találni. És akkor most gondolkodjunk, hogy akik hiányolják a várostól a munkahelyteremtést, hogy mi pedig arról vitatkozunk esetleg, hogy a 12 milliós tartalék, általános tartalék terhére még én nem tudom, 1 millió forintot tegyünk-e valahová, vagy én nem tudom, 2 millió forintot juttassunk-e még valahová. Tehát én csak arról beszélek, hogy a munkahelyteremtés egy település életében az nem arról szól, hogy létrehozok egy céget, és ez a cég elkezd termelni, hanem arról, bár ez nem önkormányzati kérdés, de hogy négy sávos út vezessen Békés Csabára, arról, hogy a vállalkozókkal egyeztetni, arról, hogy járdát építeni, arról, hogy az infrastruktúrát megfelelővé tenni, és a többi. Tehát nem konkrét munkahelyet kell létesíteni az önkormányzatnak, ahol én nem tudom, gyártanak valamit. Először Miklós Attila képviselő úr. Nem is mondta ezt itt senki, csak én mondom, hogy ez egy nagyon, egy nagyon nehéz polémia. Ugye sokat beszélünk a munkahelyteremtésről, és az első lépés az, hogy valahogy a térségnek a megtartó erejét tudjuk növelni, és ez minden olyan lépés, amit elmondtál, az hozzátartozik. Ehhez tartozik az, hogy mozzártunk egy sikeres együttműködést két egyetemmel, amit a főiskola bevonásával, helyi vállalkozók bevonásával és az önkormányzattal közösen készítettek el tanulmányokat, amiket majd remélhetőleg előbb-utóbb megismerünk, és pont abban segít, hogy a helyi vállalkozások tudjanak fejlődni. És minden ilyen lépés nekünk meg kell ragadni, és ezzel kell elmennünk. Említetted, nem az a kérdés, hogy 1-2 millió forintot melyik sorra rakunk rá, de az nagy kérdés, hogy 47 milliót miért kell visszafizetnünk. És ebben meg kell találnunk a felelősöket. Városfejlesztési Kft. Csak hogy tisztázzuk. Nem a Városfejlesztési Kft. Szakmai felkészültségével van probléma. Nem azzal van probléma, hogy egy erre kijelölt cég csinálja a város pályázatait. A probléma az azzal van, hogy egyik pillanatról másikra a többséget adó frakció megvilágosodva ezt úgy szervezte ki az önkormányzat berkei belülről a vagyonkezelő ZRT törzsházába, amivel egyébként én sem értek egyet személy szerint, hogy nehezebb rálátni a mindennapi működésre. Én csak ennyit mondtam, és majd nyilván működés közben majd kiderül, hogy mennyire tudunk rálátni, és kiderül az, hogy ott milyen szakmai munka folyik, de ezzel szerintem nincs probléma. Kaposi László képviselő. Hát nem akartam erről nagyon bővebben beszélni. Tamás, amiről itt megszólítottál tulajdonképpen, hogy azért, amire én nem tudom, az azért úgy van. Azért nem tudom, mert én avval szembesültem a közgyűlés előtt tényekkel. Tehát itt volt egy konzorcium, aminek a megyejogú város önkormányzata az egyik partner, a másik pedig, most uram, bocsá, el kell mondjam, hogy egy olyan alapítvány, illetve egyesület, ahol a te feleséged valamilyen pozíciót tölt be. Na most azt kell mondjam, hogy ti nem tájékoztatatok arról, hogy miért, hogy, és nem tudom egyébként, hogy kerestek másik partnert nagyítóval, vagy hirdetés alapján.
Tehát a rossz indulat meg már tájékoztatott, és csak ennyi, hogy ez a Herceg Tamás feleségének a cége, és már megint így, megint úgy. Kérlek szépen, én ennek ellenére, amit az előbb elmondtam, megszavaztam ezt a pályázatot. De szeretnék világosan látni, és én nem... Tehát elnézést, de még nem... Még nem fejeztem. Nem cég, egy alapítvány, egyesület. Egyesület. Tehát nem alapítvány. Bocsánat, akkor helyesbítek a nézőknek is, mert nem cég, egy egyesület, aki pénzt kap. Aki közpénzt kap, nem mindegy. Oké. Tehát azt akartam még elmondani, hogy ha én valóban kifogásolnám maximálisan, és már nagyon sokszor elmondtam, hogy valóban engem nem érdekel, hogy ki kinek a kicsodája. Egyébként is. Megszavaztam a projektet. De én úgy vagyok vele, hogy majd utána kell figyelni, hogy a pénzt hogy használják föl. Tehát itt nem értettem a problémádat, nekem az a kifogásom. Hát, hogy mondtad, hogy én azért még nem tudom. Azért nem tudom, mert nem tájékoztatod. Tehát akkor ez a végszó. Hogy választódott ki ez az egyesület? Herceg Tamás képviselő. No, szóval kedves vagy, hogy említetted a feleség, mert valóban ő ennek az egyesületnek az elnöke, ahol ő 0 forint tiszteletdíjat kap, és ebből a projektből szintén 0 forint lesz majd az ő tiszteletdíja, költségtérítése, jutalma vagy bármi. Tehát egyetlen egy fillért nem fog ő ebből látni, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy nem tudom, hogy milyen tájékoztatást vársz. Tehát azt afelől kértél-e tájékoztatást, hogy a kormányhivatal miért konzorciumi partner az 1 milliárd 104 millió forintos projektnél? Ott kértél-e tájékoztatást? Vagy mi, tehát, hogy téged kell külön tájékoztatni, tehát rendje, sorja van annak, hogy ezeket a pályázatokat hogyan adta be a város. De a Városüzemeltetési Kft-vel te természetesen fölveheted a kapcsolatot, és megkérdezheted, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni annak a szervezetnek, amely konzorciumi partner tud lenni egy ilyen együttműködés keretében. Ehhez jogod van, Laci, tehát tedd meg, hogyha erre kíváncsi vagy. Kaposi László képviselő. Igen, valóban kíváncsi vagyok rá, jogom is van, meg is tettem, de amint az előbb elmondtam, én tudom, hogy ez megfelel a kritériumoknak és a jogszabálynak. Itt valószínű azzal van a problémám, tehát országos problémám is, amik látszanak az országban ezekkel a pályázatokkal kapcsolatban, hogy ilyenkor felmerül az emberekbe a gyanú. Tehát önkéntelenül. Tehát én erről nem tehetek. Tehát itt azért mondtam, hogy ennek ellenére lehetett volna kiírni egy ilyen házi pályázatot, és akkor kiderül, hogy nincs másik olyan nyilvános, hogy nincs másik olyan, aki ezt kaphatná. Tehát én magam... Egy házi pályázatot kiírni. Mondd Attila, amit akartál, nem nagyon értem, hogy te mit mondasz. Ha valaki ide tartozik, de hogyha valaki pályázik, akkor a pályázati feltételeknek meg kell felelni. A pályázati feltételeknél a pályázó, jelen esetben mi, eldöntjük, hogy kivel szeretnénk konzorciumi partnerek lenni. A konzorciumi partnereknek meg kell felelni bizonyos kritériumoknak, és aki ebben megfelel, azzal közösen pályázunk. Ebben én nem látok problémát. Tehát konkrétan a Körömi Jánosnak az egyesülete, aki a te a politikai körödhöz áll közel, az egyesület, aminek ő a vezetője, az nem felelt meg a kiírásnak. Hogyha... Nem tudja a város, meg én sem tudtam. Itt kaptunk egy... A város nem tudja. Meg az, hogy te nem tudtad. Mit kell neked elmondani? Kaptunk egy anyagot, amiben le volt írva, hogy valamilyen formában ez a konzorcium létrejött, és ezt a nyilvánosság nem... Ilyen esetben, ebben az esetben, amikor érintettségről van szó, kérlek, én úgy gondolom, hogy ennek elébe kéne mennetek. Dr. Ferenci Attila képviselő. Köszönöm szépen. Érintettségről van szó, Herceg Tamás tanácsnok nem vett részt a vitában, sem a szavazásban. Előre bejelentette, hogy nem kíván részt venni. Egyébként ezzel az Egyensúly AE-val, egyesülettel már évtized óta kapcsolata van a városnak. Ha jól emlékszünk, még térítésmentesen ingatlant is bocsájtottunk a tevékenységükhöz rendelkezésükre, hiszen családi életre nevelés, családgondozás, egészségmegőrző programok. Benne van a pályázatod, hogy miket kell
végrehajtani, és minek kell megfelelni. A sandaságot azért, mert a Herceg Tamás felesége ennek az egyesületnek a vezetője azért kapta. Fú, ebben a városban akkor nagyon sok mindenről lehetne beszélni, hogy kikinek hol dolgozik rokon, és azért kapta. Egy szó sincs erről. Egy szakmai kiválasztás volt. A Miklós Attila képviselő továbbra is elmondja, hogy nehézségei adódnak a Városfejlesztési Kft.-nek a rálátásra. Arra én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire nem lát rá. Képviselőként joga van minden információhoz hozzájutni. Mivel lát rá kevésbé, mintha a Városháza berkein belül lenne az ellátás? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ráadásul a tévénézők biztos tudják, ha még nem tudják, elmondom, hogy a városnak van egy önkormányzati közbeszerzési döntőbizottsága, aki ezeket a pályázatokat egyébként véleményezi. Vizsgálja, hogy jogszerű-e a pályázat kiírása, jogszerű a bírálat, jogszerű a pályázók által beadott anyag, annak a döntése, és ugye ez nem csak a képviselő, három képviselő van egyébként benne, az egyik a Szocialista Pártnak a képviselője, vigyáztunk, hogy nehogy rálátási problémákkal küzdködjenek, és nagyon korrektül látja el a tevékenységét Fülöp Csaba képviselő úr. Nem látom be, hogy mi az a nehézség. A pénzügyi-gazdasági bizottságra bármilyen anyagot bekérhet a képviselő úr. Sőt, ha javasolja, a bizottság bekéri ezeket az anyagokat. A bírálatok megjárják a gazdasági bizottságot, és aztán mennek közgyűlés elé, hiszen nem az ÖKDB dönt ebbe, nem a Városfejlesztési Kft. Dönt ebbe, hanem a közgyűlés, mint tulajdonos. Ő dönt a pályázatokba, vagy a nyertesekről, vagy bocsánat, a legutóbbi közgyűlésen volt egy olyan közbeszerzés, ahol nem, ez a stadion rekonstrukció volt, ahol úgy döntöttünk, hogy nincs rá elég pénz, új pályázatot írunk ki. Tehát itt szó sincs arról, hogy azért, mert egy cégnél van a dolog, attól mi nem fogunk rálátni erre, hiszen a mi tulajdonunk 100%-ban ez a cég, aki egy szakmai munkát végez. Tehát döntés előkészítést. Ő nem dönt, ő csak előkészíti, lebonyolítja, ellenőrzi, végigviszi a hivatalos utat, és egyébként, bocsánat, pont a Városházáról mentek ki azok a magasan képzett szakértők, illetve közbeszerzők, akik ebben a Kft.-ben dolgoznak. Tehát nem arról van szó, hogy egy új céget hoztunk létre, és a bentieknek meg nincs mit csinálniuk. Egyszerűen egy átjárás volt, átmentek, de még egyszer mondom, az önkormányzati közbeszerzési döntőbizottságnak mindenre rálátása van. És még egyszer, ne menjünk el ebbe az irányba, ki miért konzorciumi partner vagy nem. Elmondtam a Jaminai Egészségháznál is, nagyon szigorú feltétele, kritériumok vannak. Ha nem felelünk meg ezeknek, akkor elbukjuk a pályázatot. Ez a 13,5 milliárd forint, ami jelenleg Békés Csaba rendelkezésére áll, ez nem a Békés Csabai OTP számlán van. Ebből minden egyes elemet meg kell pályáznunk. Az Unió árgus szemekkel figyeli, hogy van-e valahol tévesztés, szabálytalanság, vagy akármi. Az öveges programról pedig én is azt mondom, amit a Herceg úr is elmondott, és szerintem mindenki, igenis, nézzük meg. Csak nehogy úgy járjunk vele esetleg, mint jártunk a kistérséggel, ahol már ránk mutogattak, hogy mi is dolgoztunk benne, vagy ott volt, mi nem dolgoztunk az öveges programban, na arra aztán tényleg nem nagyon volt rálátásunk a képviselőtestületnél. Amit elénk terjesztettek, döntéseket meghoztuk, csak nehogy abba az irányba menjünk el, hogy na már abba is. Tehát meg kell keresni, ha egy történt valami, mert Hatházi Ákos úr nagyon remek előadta, oké. Országosról van szó, el lehet olvasni országos hírportálokon, tehát ez nem Békés Csabai dolog. Ha itt is levetült valami, vagy történt valami, akkor meg kell keresni a felelősséget, állunk elébe, csak nehogy ilyen kollektív felelősségeket kezdjünk el keresgélni, mert mindennek megvan a maga menetei szabálya. Jó, tehát ezt szerettem volna elmondani. Én pedig az Egyensúly AE Egyesületet arra a konzorciumra maximálisan alkalmasnak tartom, amiben a város beválasztotta. Egyébként azt hiszem nem is a közgyűlés döntött a beválasztásról, hanem szakmailag vizsgálták meg, és úgy lett belőle konzorciumi partner. Köszönöm. Takács Péter képviselő. Kistérség ügyében azért eljutottunk odáig, talán pont az én javaslatomra, hogy megtörtént a rendőrségi följelentés egyrészt. Talán polgármester úr volt, ha jól emlékszem, aki nem szavazta meg ezt a rendőrségi följelentést. De a testület többi tagja ezt megszavazta, és reméljük, hogy ki fog derülni, hogy mi az igazság annak a bizonyos valamivel több mint 160 millió forintnak az elköltése ügyében. Szerintem a öveges program esetében is, ahogy itt látom, konszenzus van, hogyha valaki vétett, akkor annak utána kell járni, hogy ez a
kiderüljön, hogy ezt a durván 50 millió forintot miért kell visszafizetni, ami pedig az erőterjesztéseket illeti, az ittörők talán tudják is ezt igazolni. Ha nekem bármilyen problémám van bármilyen erőterjesztéssel, vagy nem értem, akkor én felteszek körülbelül 3-4 kérdést. Majd ha utána se tiszta számomra a dolog, akkor nem szavazom meg az előterjesztést, és ezzel fejezem ki, hát hogy is mondjam, fönntartásomat a határozati javaslatokkal szemben. A Tamás által fölvetett munkaerőpiaci, nevezzük úgy, hogy problémák kérdés körébe, pedig én azt gondolom, hogy azért van jelentős összeg, többek között gondolom én, elkülönítve a város ezévi költségvetésbe, Városmarketing címén, hogy a város ezúton is segítséget tudjon nyújtani összefogva a nagy cégekkel a piacra jutás segítését illetőleg. Tehát nem gondolom, hogy a Városmarketing összeg azért van betervezve, hogy mondjuk hivatalos delegációk utazzanak évente kétszer körülbelül ugyanarra a rendezvényre egy készfogás erejéig a testvérvárosba. Vagy ha már utaznak, akkor azt gondolom, hogy azt is fel kell használni a gazdasági kapcsolatok építésére. Ezen túl pedig talán ilyen szempontból se biztos, hogy szerencsés volt az iskoláknak az államosítása. Most ne tessenek majd azt mondani, hogy nem volt államosítás, most én leegyszerűsítettem ezt már, mint állami kezelésbe vétele. Mert hogy addig, amíg önkormányzati kezelésben voltak ezek az iskolák, addig azt gondolom, hogy az önkormányzatnak bizonyos értelemben volt rá hatása arra, hogy a szakképzésnek a mértéke hogyan miképp alakuljon. Én nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy most is lehet rá hatása az önkormányzatnak erre. Pontosan azért, és a magam részéről is messze menőleg szorgalmaznám is, és nem véletlen példánkokául, hogy én fölvetettem a települési oktatási kerekasztal fölállításának a javaslatát nem is olyan régen, és legnagyobb csodálkozásomra ilyen hihetetlen vehemens ellenállás pont a területért felelős alpolgármesterből váltott ki, amit a mai napig nem nagyon értek pontosan, mert hogy azt gondolom, hogy egymásra vagyunk utalva, és mint ahogy a Békés Csabai cégek is egymásra vannak utalva, például okáról a szakképző centrummal való együttműködés területén, egyébként pont a vállalati kerekasztalon, a tegnapi napon, ahol Ferenczi doktor úr is ott volt, ez volt a téma, hogy hogyan lehet a képzési irányukat úgy megszabni, hogy ne álljon elő ilyen hely helyzet, amit te mondtál, ami egyébként tényleg egy valós probléma, hogy a piacra jutás után a legnagyobb kérdés, hogy szakképzett munkaerőt hogyan lehet hát biztosítani. Szerintem jó fizető munkahelyekkel, de ezentúl nyilvánvaló szükség van az együttműködésre a nagyvállalatok vagy a nagyfoglalkoztatók és a szakképző centrum között. Van-e még hozzászólás ebben a témában? Ha nem, akkor menjünk is tovább. A következő témánk a városunk 2016-2020-as sportkoncepciója. Önök szerint mi a koncepció erősségei, gyengeségei, és először Miklós Attila képviselő urat kérdezem erre. A sportkoncepció kapcsán elmondtuk, hogy a koncepció nem tartalmaz megfelelő helyzetelemzést. Összehasonlításokat vártunk volna igazából a szakágakon belül. Hát nem helyes, hogyha az almát a körtével hasonlítjuk össze, és az utóbbi időben ez történik. Jó részt ez a TAO sportágakra van kihegyezve, és azt méricskéljük, hogy mennyit kap az egyik TAO sportág, mennyit kap a másik TAO sportág, és egymáshoz méregetjük őket, ahelyett, hogy megnéznénk azt, hogy az adott szakágon belül kézilabda, vízilabda, kosárlabda, futball, jégkorong az ugye nálunk nincs, TAO sportágon belül hol helyezkedik el az adott sportegyesület, mennyi utánpótláskorú játékosa van, hogy áll a bajnokságban, hova szeretne eljutni. Ez a helyzetelemzés nincs benne ebben a sportkoncepcióban, ugyanúgy, mint ahogy az a cél sincs megfogalmazva, hogy mit szeretnénk elérni a jövőre nézve. Nagy biztos Ferenczi tanácsnok úr elmondja, hogy de benne van. Én azt hiányolom belőle, hogy egy olyan vízió nincs felvázolva, ami azt mondja, hogy a mostani jelenleg 3 olimpiai kvótás sportolónk helyett, mondjuk a következő olimpiára, hogy lehetne akár 4, 5, 6, 8 olimpiai kvótás helyünk. Nyilván nem kőbevésve, hanem csak azt a szakmai utat kijelölve, ahogy el lehetne ideig jutni.
nem feltétlenül a sportkoncepcióhoz tartozik, de a sporthoz tartozik. Előbb a város megtartó erejéről beszéltem, azt gondolom, hogy a sportban is kellene, hogy ilyen megtartó erőnk legyen. Nagy probléma nem csak Békéscsabán, hanem az országban, hogy a már majdnem kész sportolók, amikor elérnek a középiskolai tanulmányaik végére, elkallódnak, ott hagyják a sportágat. Felsőfokú intézmények nem feltétlenül tudják folytatni azt a sportot, amit addig úszták. Ezért az utánpótlás programok, amik jelen vannak az országban, ezeket kellene úgy összehangolni, hogy akár helyben, akár egyéni tanrenddel lehessen a sportolóknak lehetőséget adni arra, hogy a szakágokon belül jó eredményeket érjenek el. Dr. Ferenci Attila képviselő úr. Köszönöm. Hát én nem fogok ilyeneket mondani, amit Miklós Attila képviselőtársam itt rám próbál. Én inkább arról beszélnék, hogy a 17 milliárdos Békéscsabán 248 millió forintot költünk sportra. Ez 1,82% a város költségvetésének. Én úgy érzem, hogy ez már önmagában jelzi azt, hogy komolyan veszük a sportot. Nagyon remek sportklubok vannak, nagyon sokan sportolnak, érdemes vele foglalkozni, főleg az utánpótlással. Bár megtartó erőnél pont Márton Anita, most már fedett pályás világbajnok, második helyezettünk, súlylökörű jutott eszembe, hogy ő valójában a sportkoncepció miatt érte el ezt az eredményt, vagy csak azért, mert jó sportoló, vagy a Bai Balázs, aki hatodik lett a VB döntőjében, vagy Kovács Barbara, aki szintén olimpiai kvótát szerzett. A Miklós Attila képviselőtársam, hogy lehetne elérni, hogy legalább 8 vagy még több olimpikon legyen, nem csak pénzkérdése számomra. Nekem mindig az jut eszembe, bocsánat, hogy fél perc elkönyörök, hogy Pelé, az ismert aranylabdás futballista, már régen aranylabdás, aranycipős, nem tudom, világsztár volt, és még minden nap futott 10 kilométert a tengerparti fővenyen, mert sportoló volt. És a sportoláshoz nem csak pénz kell, hanem kitartás, akaraterő, szorgalom, és egy kis sikerre vágyás is. Valóban Békéscsaba nem áll úgy, mint mondjuk Győr, ahol az Audi meg szponzorálja, tehát milliárdokat tudnak befektetni, vagy egy Ferencváros, vagy akármi. Itt nyilván a lehetséges eszközök. Én ennek ellenére azt mondom, hogy ebből a pénzből, és ebben már azért sportinfrastruktúra fejlesztés is van, nagyon szép eredményeket érünk el. Itt van a három olimpikon atlétánk, de ott van a röplabda klub, vagy akár a József Attila lakótelepen működő tömegsportegyesület, ahol kickboxból és karatéból, meg ilyen küzdősportokból világbajnoki arany és ezüstérmeket hoznak sorba a sportolók, le a kalappal előttük. Lehet, hogy ők nem kapnak akkora tömjénezést, vagy virág konfetti esőt, de nagyon komoly eredményeket érnek el a Gregor László, vagy a Gregor Laci a középtávfutónk. Reméljük ő is, vagy a tornászok. Tehát igen, a sportkoncepcióban fel kellene vállalni. Egyébként majdnem felesbe elfogadta a közgyűlés ezt az 5 éves hát ilyen kimutatást. Én magam hívelettem volna egy ilyen SWOT analízisnek, hogy nézzük meg, hol az előnyök, hátrányok, gyengeségek, erősségek, de hát közgyűlés egy szavazat hiány ezt így nem fogadta el, de én biztos vagyok abban, hogy akik ezzel foglalkoznak a városnál, azok odafigyelnek erre, és az eredményességi mutatókat is nézzük. Nyilván ahhoz, hogy egy kézilabda, vagy egy, már jégkorom nincs, de akkor egy másik csapat, pénz kell. Pénz kell, mert ma már a sportoló gázsia, én tudom, hogy egy pesti futballistának a gázsia 2 millió forint havonta, nettó. Azért nem kevés. Békéscsabán, akkor Sargat keresztúrig megyünk, most csak hülyéskedtem. Tehát Békéscsabán nem tudunk ilyen. Kézilabdában is lehetne világsztárokat vásárolni, de erre nekünk pénzünk úgymond nincs. Viszont az itt lévőket minél jobban meg kellene becsülni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy Békéscsaba, soha nem volt még ilyen egyébként, hogy 3 olimpikonunk legyen, és még reményeink szerint 2 vagy 3 még lesz, akik öregbítik Békéscsaba hírnevét, úgyhogy én külön köszönöm a KOP Békéscsabai Atlétikai Kft.-nek, Atlétikai Egyesületnek ezt a sikert. Kaposi László képviselő úrnak mi a véleménye? Hát nehéz lenne Ferenc Attilával nem egyet érteni abban, hogy a Békéscsaba sportja valóban élvonalbeli lehet az országban is, és példamutató lehet. Azt is elismerem, sokat költünk
a költségvetési arányaiban, tehát sokat költünk sportra, hogy aztán ez kevés, vagy sok, az nyilván a helyzet állapítja meg, nyilván lehetne többet is, de hát nehéz ebből a pénzből igazságosan gazdálkodni, úgyhogy mindenkinek pont annyi jusson, amennyi kell a működéshez, illetve a nagyobb teljesítmény eléréséhez. Nem is készültem, nem is kívánok ehhez többet hozzá, nem kívánok vitába bocsájtkozni, én szerintem ez most így van rendjén, hogy van, amit Miklós Attila mondott avval, és ahogy azt Ferenc Attila is mondta, hogy meg lehetett volna ezt, én meg is szavaztam, mert azért ezekre a dolgokra azért szükség volna, és egy jobb áttekintés szempontjából nézve, én szerintem is ez megszavazható lett volna ez a program, amit, illetve javaslat, amit ők elmondtak. Takács Péter képviselő. Szerkesztő úr úgy tette fel a kérdést, hogy mi az erény, illetve mik a gyenge pontjai esetlegesen ennek a sportkoncepciónak. Most az erény az mindenképpen az egyik a helyzetelemzés. Rendkívül pontos képet ad arról, hogy Békéscsabán jelen pillanatban hol tartunk a sport területén. Amit Miklós képviselő úr mondott, az egy másik helyzetelemzés lett volna, amit Fülöp Csaba képviselő úr terjesztett be, ami magyarra lefordítva azt szírozta meg, hogy akkor ne csak azt nézzük meg, hogy Békéscsaba milliójában hogyan állnak ezek az egyesületek, szakosztályok, hanem nézzük meg az adott sportágon belül országos kitekintésbe. Egyébként én magam is támogattam ezt a javaslatot, mert rendkívül racionálisnak tartottam, és sajnálom egyébként, hogy a területért felelős alpolgármester nem fogadta be, illetve a közgyűlés végül sem fogadta el, mert végül is abban van igazság, hogy nem csak helyben, helyi viszonyok között lehet mérni egy-egy szakosztálynak eredményességét, hanem nyilván a focit a Ferencvárossal lehet összehasonlítani, meg az Újpesttel is lehet folytatni a sort. De visszatérve a koncepcióra, tehát én erényének tartom azt, hogy a helyzetelemzés az pontos. Erényének tartom továbbá azt, hogy visszatérve a 2002 és 2006 közötti sportkoncepció bizonyos elemeihez, a kiemelt szakosztályok tekintetében visszahozza az eredmény érdekeltséget. Tehát magyarul az önkormányzat által nyújtott támogatás egy részét ahhoz próbálja kötni, hogy milyen eredményesen működik egy szakosztály az adott verseny évben vagy évadban, és ezt a magam részéről messze menőleg tudom támogatni, annál is inkább, mivel annak idején, amikor kivették ezt a támogatási rendszerbe, akkor én voltam az egyik legnagyobb ellenzője, mert azt gondolom, hogyha valahol a eredmény érdekeltséget érvényesíteni kell, hát hol másod, mint a sport területén. Továbbá erénye még a sportkoncepciónak, hogy az eredményességi szempontok visszaemelésével is egy viszonylag kiszámítható finanszírozás biztosít egyesületek számára. Ami szerintem bizonyos tekintetben a gyenge pontja, az a következő. 2015-ben a társasági adóból békéscsabai szinten 440 millió forint folyt be a különböző egyesületekhez. Ez egy rendkívül jelentős pénz. Ugye Ferenci doktor úr az előbb mondta, hogy az önkormányzat mennyivel támogatja. Az is jelentős pénz. Megjegyzem, abban az ingyenes létesítmény használat szerintem nincs benne. Tehát ezt még hozzáteszük, akkor még jelentősebb az önkormányzati támogatás. Ugyanakkor nekünk, mint sportbizottságnak sincs igazán rálátásunk, hogy most a adott egyesületek között ez a 440 millió forint hogyan és miképp oszlik meg. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy vannak a látvány sportok, amelyek jogosultak taópénzre, és vannak az egyéb sportágok, amelyek nem jogosultak. Ilyen például a lakótelepi tömegsport egyesület, amelyet előbb említett Ferenci doktor úr, amely évtizedekre visszamenőleg kiválóan működik, világbajnokok garmadát hozták a városnak, illetve pont a Gregor László edző úr nevelte ki őket nagyobb rész, most elnézést, hogy a többi edző nevét nem mondom. És náluk például az ezévi támogatásnak a mértéke 5,7 millió forint. Ebből az 5,7 millió forintból hozzánk a világbajnokainkat, meg az Európa bajnokainkat, meg a magyar bajnokainkat. Nos, ha a finanszírozásban lenne annyi finomítás, hogy mondjuk azok, akik TAO pénzhez jutnak, azok helyzeti előnyt képeznek, és esetleg valamely kevés összeget,
nem mondom, hogy rengeteget, valamely kevés összeget átcsoportosítana azoknak az önkormányzati támogatásból, akik erre nem jogosultak, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen típusú egyesületnél, mint amit előbb említettem, az LTS-e, vagy a vívók, ott 1 millió forint is rengeteget számít. Tehát én ezt mondom, hogy de úgy gondolom, hogy a következő években még e koncepció mentén is lehet ezeket a finomításokat szerintem bizonyos tekintetben végrehajtani. Miklós Attila képviselő úr, kíván a reagálni? Először is szerintem a sportért felelősöknek tisztába kéne lenni azzal, hogy a TAO támogatásokat mire lehet elkölteni. Ez viszonylag egyszerű, mert meg kell hívni a TAO sportágakat, és a TAO sportágok el fogják mondani, hogy a TAO lehetőséggel mit lehet csinálni, és mi az, amit nem lehet csinálni. Nagyon nagy lemaradásban van a város ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a sportért felelősök a TAO lehetőség bevezetése óta gyakorlatilag szerintem, hát hogy mondjam, le vannak maradva legalább egy lépéssel. Nagyon nagy lehetőség lett volna abban, hogy sportinfrastruktúrát ebből fejleszünk, úgy, hogy más, akár a mi intézményeinknek a tornatermeit ebből újítsuk föl, esetleg más nem TAO sportoknak a sportolási lehetőségeit javítsuk. Ebben én úgy látom, hogy az előző ciklusban, a városvezetésben nem volt erre fogadókészség, és hát ezért van az a TAO sportoknál, ami jelenleg van. Herceg Tamás képviselő. Én kiemelném Szigeti Csaba munkáját ebben a sportkoncepcióban, mert hogy ugye ő az, aki első sorban bonyolította az egyeztetést a sportszervezetekkel, illetve ezt az anyagot előkészítette, elismerés jár neki ezért. Ugye szóba került az ingyenes létesítmény használat, tehát hogyha azt beárazzuk, akkor 300 millió forint fölé is tehető az az összeg, amit az önkormányzat a sportágazatnak nyújt, és én azt hiszem, hogy ez már majdnem, nem erőn felüli, de majdnem erőn felüli, tehát tulajdonképpen a végsőkig elmegy, én azt hiszem legalábbis az önkormányzat a tekintetben, hogy milyen mértékben tudja a sportágazatot finanszírozni, és amit Péter mondott, azt megerősítem, hogy a koncepció az készen van, mondjuk azt, hogy rendben van, és ezen belül a finanszírozási arányoknak a pici módosítása az a következő években bőven belefér. És az is egy nagyon fontos dolog valóban, hogy visszatért a város, legalábbis egy kismértékben, de egy kismértékben valóban visszatért a teljesítmény elvű finanszírozás irányába, és ezt csak is üdvözölni lehet. Ez volt a végszó mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. A nézőknek pedig a figyelmet, viszontlátásra!